Sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai videóban. 2020-ban teszteltem egy Vans Old School Pro cipőt deszkázást illetően. Akkor megnéztük, hogy a külseje, illetve a talpa miért alkalmas deszkázásra. Ugye az egy 20-25 ezer forintos cipő volt, és tudom, hogy ez egy elég nagy tétel, és már akkor is szemezgettem egy cipővel, és úgy gondoltam, az idén jó téma lehet. Szóval, kezdjünk bele! Ez a cipő nem más, mint amit a Decathlon kínálatából lehet kapni, és azon belül is a legolcsóbb gördeszkázásra alkalmas sportcipőjük. Ebből rendeltem egy párat, ugyanis kíváncsi voltam, hogy ez a Vans Pro modelljéhez képest mennyire alkalmas valójában a gördeszkázásra. Nem egy szponzorált videó, pusztán kíváncsi voltam, hogy egy olyan drága cipő hogyan viszonyul egy olcsóbb kategóriás cipőhöz. Ugye a Vans Old School Pro 20-25 ezer forintos ár között ingázik, amit vettem a Decathlonnál, az pedig 6-7, esetleg 8 ezer forint környékén. Ez tényleg kezdőknek szánt cipő, legalábbis a leírásukban úgy van, de nézzük meg élesben, mit tud ez a cipő. Használatát úgy kezdtem, hogy 2-3 napig hordtam utcára, és már akkor is feltűnt, hogy ez nem rossz. Tényleg, még kíváncsi vagyok, még most tartok az első egy hétnél, amikor is utcán hordtam néhány napig a cipőt, aztán pedig elmentem vele deszkázni, és néhány alaptrükkbe megnéztem azt, amire mind kíváncsiak vagyunk. De még mielőtt bevágnék onnan egy-két felvételt, nézzük meg a cipőnek a külsejét. Bordó színű, szerintem teljesen jó a dizájnja, teljesen megállja a helyét a jelenlegi pro gördeszkás cipők műfajában. Pamutos a külseje, ragasztott a talpa, a talp betéte puha, tompít, de nem kivehető, nem cserélhető, ez egy kicsit negatívum. A talpa az ilyen egyszerű hullámos mintázatú, és azt vettem észre, hogy elég hamar fel tudja venni a lábunknak a formáját. Én ritkán találkozok olyan cipővel, ami tényleg néhány nap használat után ne kezdené el feltörni a sarkamat, vagy gördeszkázás közben nem roncsolná szét a bőr felületet a lábujjaimon, de ennél a típusnál én nem tapasztaltam semmi ilyesmit. Ugye egyfajta cipőfűző jár a cipőhöz, ez a fehér, külsőleg teljesen elégedett vagyok vele. Amit negatívumként tudnék felhozni az elmúlt néhány nap gördeszkás teszteléséből, az, hogy ez a felső része nekem nagyon vékonynak tűnik. Sok esetben, hogyha félre ugrunk a deszkának, vagy a deszka úgy érkezik rá erre a részre, hogy élével, akkor azt eléggé megérzi az ember, eléggé érződik. De mellett a saroknél ki van párnázva, és tényleg a sarkánál azért ügyeltek arra, hogy deszkázásra alkalmas legyen, és mondhatom, hogy elég jól tompít. Én attól féltem a legjobban, hogy a talp betéte miatt, a talp része miatt nem lesz elég kényelmes ahhoz, hogy tompítani tudja azokat a trükköket, amikor éppen mellé érkezünk a deszkának, vagy éppen az élére, mert deszkázás tekintetében azok a legveszélyesebb mutatványok, abból sok baleset tud születni. Ami még a Decathlon mellett szól, hogy a cipőhöz nem jár cipős doboz, ugyanis legtöbb esetben jár, és szerintem ez tök jó, hogy elhagyta a Decathlon, és lehet úgy cipőt vásárolni náluk, hogy ne adják hozzá azt a szemetet, úgymond, ami előbb-utóbb amúgy is ott végzi, és legjobb esetben is olyan kukában, ahol szelektíven lehet a papír hulladékot gyűjteni. Attól tartottam ennél a cipőnél, hogy amennyire olcsó, olyan rossz is lesz, és tényleg ilyen 6-8 ezer között mozog ennek a cipőnek az ára, és úgy gondoltam, hogy néhány rugás után abszolút szét fog hullani a cipő, de nagyon pozitívan csalódtam eddig benne. Tehát jöjjön néhány felvétel az első rúgásokból, és innen fogjuk folytatni néhány hét múlva bővebb tapasztalatokkal. Thank you.
Sziasztok! Ahogy ígértem, visszatértem, így három héttel. Sziasztok! Ahogy ígértem, itt vagyunk 3 héttel az előző rész forgatása óta, és az idő elkezdett tavaszodni, így elég alkalmam volt, hogy tovább teszteljem a dekatlonos gördeszkás cipőt. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy hónap használat után a cipőnek a legnagyobb hátránya az az, hogy itt a felső részénél nincsen plusz varrás, így nem igazán védi a lábfejünknek a felső részét, és amikor elrontunk egy trükköt, vagy úgy rugunk bele egyszerűen a labba, akkor rendkívül nagyon tud fájni, de ettől eltekintve a talpa a sarok résznél nagyon jól tompít. A gumírozott felülete az jól tapad a gördeszkán. Ahogy látjátok, a jobb oldali cipőt sikerült eléggé elrugnom, ugyanis ez a húzó lábam, és hát ezzel kivitelezem az összes olyan trükköt, amihez az kell, hogy a deszkát úgy tudjam vezetni, rugni, hogy sikerüljön beadni a trükköket. Ez azért elég nagy különbséget vet fel a baloldali lábomon lévő cipőtől, ugyanis az úgy néz ki, mintha mi sem történt volna. A lyukakon túl a cipőnek a másik gyenge pontja, hogy a talp részénél, hát nehéz mit kezdeni, az biztos, hogy hamarabb fogja megadni magát, mint a cipő bármelyik más része, ugyanis a talp részét nehézkesebb javítani ilyen szempontból. Azért is csinálom most ezt a befejező részt, ugyanis az előző videókban látott cipőragasztóval fogom kezelni a cipőt, és így fogom használni a továbbiakban, ezzel is egy kicsit elnyújtva az élettartamát a cipőnek. És tényleg 6-8000 forint között van ez a cipő, és szerintem beváltja azokat az elvárásokat, amit deszkázás során kívánunk egy ilyen cipőtől. És tovább fogom használni, szerintem még egy hónap bőven van ebbe a cipőbe, és tényleg az a 6-8000 forint, amennyire sikerült a cipőt szereznem, egyáltalán nem sajnálom, hogy nem egy drágább cipőbe fektettem be, ugyanis az is ugyanennyi idő alatt fogja ezt az állapotot elérni. Aki ilyen cipőben gondolkodik, nem fog csalódni abban, hogy nem egy nagyon drága márkás cipő van a lábán. Úgyhogy ezt mindenképp érdemes mérlegelni, hogy vagy egy drágább márkás cipő, vagy éppenséggel a Decathlonnak ez a 6 és 8 ezer forint értékű gördeszkás cipőjét választjuk. Remélem, aki cipővásárlás előtt áll, sikerült ezzel a kis videóval segítenem neki. Visszatérek egy következő cipős teszt videóval a közeljövőben, azt is érdemes lesz majd figyelni. Hogyha szeretnél róla értesítést, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel, és nyomd meg a kis csengőt, illetve találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!